Csiklós Mária, igen, köszönöm szépen. Nem azért mondtam, hogy megijedjük a nevét. Hát ez a neonacionalizmusnak főbe faragott szobra szerintem. Igen. Igen, és az a doboz, az ugye a művészetek palotája, amelyik már építészetileg korszerűbbnek hat, mint a Csiklós féle. Hát aztán Csepel felé rendkívül ronda az is, és ugye rá is fizettek, mert ide be nyomták ezt az épületet, de a kitűnő építészek nem számoltak azzal, hogy itt járnak vonatok időnként. Most a két híd alatt, ja még az ELTE épületéről annyit, hogy ezek új épületei az ELTE-nek, az ELTE rektora 30 éve élt Csepelen. Brinkhammer Pistán Istvánnak hívják. Kitűnő kartográfus. A két híd közül 1876-os a vasúti összekötőhíd, Fekete János alkotása, és...